Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, azért, hogy ismét előtted állhatunk, és köszönjük a kegyelmi időszakot, köszönjük azt, hogy te rád nézhetünk, köszönjük azt, Urunk, hogy te hozzád imádkozhatunk, és hálát adunk neked, Urunk, a mai napért is. Hálát adunk azért, hogy te megváltottad a tieidet. Köszönjük, hogy te közel jöttél azokhoz, akik olyan távol voltunk te tőled. Köszönjük, Urunk, az imádságnak a perceit, és kérlek áldjál meg továbbra is bennünket, hogy a te jelenlétedben tudjuk tölteni ezt a néhány percet, még hogy megtapasztaljuk, és átéljük a veled való találkozásnak, és annak az eredménye hadd legyen pozitív számunkra, és hadd szolgálja te dicsőségedet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként ígéket fogunk olvasni az Ézsaiás proféta könyvének 9. részéből. Ézsaiás proféta könyvének 9. részéből fogunk olvasni ígéket. Az első 6 igeverset fogom olvasni az új fordítású Biblia szerint. Ézsaiás 9, 1-től. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod-e népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midian napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Foglaljunk helyet. Testvéri szeretettel köszöntöm azokat, akik itt tudnak lenni ezen a délelőttön. És karácsony harmadnapját ünnepeljük, vagy üljük. És van előttünk egy nagyon szép igevers, Ézsaiás proféta látásából, látomásából, amit Isten adott neki. Nem tudom, hogy mennyit, hogy mennyire hatotta át Ézsaiást, amikor Isten mondta neki ezeket a szavakat. Azért, mert ha belegondolunk ezekbe az igékbe, és tudjuk és ismerjük a helyzetet, a történelmet, hogy Ézsaiás Krisztus előtt közel 800 esztendővel élt és munkálkodott, és hogy milyen körülmények voltak akkor Izrael népének, és amikor hallotta ezeket a szavakat, amikor hallotta Istennek ezeket a kijelentéseit, akkor vajon mennyit értett meg belőle, hogy érezte át, hogy tapasztalta meg ennek a valóságát, de valószínűleg az Isten olyan csodálatosan betöltötte őtet is, mint ahogy betöltötte azokat is, akik attól kezdve várták, vagy attól kezdve, vagy addig is várták ezt a csodálatos ígéretet. Mert Ézsaiás látott egy gyermeket. És azt mondja, hogy mert egy gyermek adatik nekünk. Látott egy gyermeket, ráadásul egy olyan gyermeket látott, akinek, azt mondja az Isten igéje, akit nekünk ad az Isten, akinek az uralom a vállán van. Egy fiút, egy gyermeket, akinek csodálatos tanácsos, aki erős Isten, aki örökkévaló atya, és békesség fejedelme. És valahogy attól kezdve, meg addig is már Izrael népe várta ezt a gyermeket. És egyszer csak megérkezett ez a gyermek, csak sajnos nem mindenki ismerte fel. Vagy mondhatnunk úgy is, hogy a hivatalosak, az elhívott népnek a zöme nem ismerte fel. De akik felismerték,
azokat csodálatos érzést töltött el, talán ugyanaz, amelyet, ami betöltötte Ézsaiást, és mindazokat, akik megtapasztalták és szembe nézhettek az Úr Jézus Krisztussal, azzal a meggyőződéssel, hogy igen, az én szemeim is látták a te dicsőségedet. Mint ahogy az Ak Simeon azt a gyermeket visszaadja az édesanyjának, és azzal a békességgel telik meg a szíve, amelyről beszél Ézsaiás, hogy ő a békesség fejedelme. Azért, mert a karácsony az a találkozások ünnepe. Azért, mert a karácsony az az ünnep, amikor találkozhatunk. Nem csak egymással, nem csak szeretteinkkel, nem csak olyanokkal, akiket lehet már rég nem láttunk, hanem találkozhatunk az Istennel. És az első karácsony az egy nagyon egyszerű és szerény ünnep volt, külsőségekben, ha gondolunk rá. Pedig a betlehemi bölcsek hol keresték a messiás megszületését? A palotába keresték, mert ők úgy gondolták és jól gondolták, hogy hát ha egy ekkora király születik, ha egy ilyen király jön, az másút nem lehet. Azt csak így várhatják. Azt ilyen fénnyel várhatják, ilyen dicsőséggel várhatják. És nem úgy történt. És megtalálták ők is, de nem a palotában, hanem megtalálták egy szerény helyen. Az első karácsony az egy szerény hely volt, egy szerény körülmények voltak. De mégis ott van benne az, hogy találkozás az Istennel. És az ember szívében attól kezdve, amikortól kezdve elvesztette az Istennel való kapcsolatát, ott van mindig a szíve mélyében, hogy találkozni akar az Istennel. És az első bűn következtében, amikor az ember elszakadt az Istentől, attól kezdve nem tudott rendszeresen találkozni az Atyával. Addig minden este, a hűvös estén megjelent az Isten a kertben, és találkozott szemtől szemben az emberrel, és beszélgetett vele, és ott volt a kapcsolat közöttük. De megszakadt ez a kapcsolat. És az ember szívébe ott van a vágy attól kezdve, hogy találkozzon az Istennel. Hogy találkozzon a megváltóval. Hogy találkozzon a teremtőjével. Hogy találkozzon azzal, aki neki életet adott, aki teremtette, alkotta, aki csodálatos jövőt biztosított számára, ígért számára, aki örök életre hívta el, aki szeretetre, békességre teremtette azt. És akkor attól kezdve is, amikor az emberek találkoztak olyanokkal, akik talán rendhagyó módról lehet beszélni. Ugye emlékezünk csak Józsuéról. Józsué ott áll egy adott ponton Jerikó várfala előtt, és találkozik egy emberrel, ugye? Azt mondja Isten igéje, hogy ott áll egy férfi, kivont karddal, és Józsué megkérdezi tőle, hogy ki vagy te. És azt mondja neki ez a férfi, hogy állj meg, vesd le a te sarudat, mert szent ez a hely. Az Isten angyalával találkozott. És az Isten angyalával találkozott más is meg. Mózes, vagy Jákob. Vagy a Jelenések könyvében, amikor olvassuk, hogy János leborult, és azt mondja neki, hogy ne borulj le én előttem, hiszen én is csak a te szolgatársad vagyok. Ezek csak angyali találkozások voltak. De karácsonykor valami más történt. Akkor valami nagyobb történt. Akkor az ember találkozhatott újra az Istennel. Újra találkozhatott az Isten, és szokták mondani az emberek, és úgy, ahogy beszélgetünk emberekkel, úgy, ha felteszed nekik a kérdést, hogy ki az az egy személy, akivel, ha szeretnél találkozni az életben, ki lenne az az egy személy? És akkor elgondolkodnak az emberek. Akkor van, aki azt mondja, hogy valami nagy sztárral szeretne találkozni egyszer az életben, más azt mondja, hogy szeretne találkozni az egyik példaképével, az egyik legnagyobb példaképével, mert az egy olyan nagy dolgot vitt véghez. Más meg azt mondja, hogy hát szeretnék még találkozni egy szerettemmel, aki már nincs az élők sorába,
ha csak egy lehetőség lenne, mit meg nem adnék, ha találkozhatnék még egyszer vele. Más meg azt mondja, hogy hát elvesztettem rokonságomat, nem találkoztunk nagyon régóta, milyen jó lenne találkozni vele. És karácsonykor történt egy olyan, hogy az ember találkozhatott az Istennel. Az ember találkozhatott az Úrral. És ezt a találkozást a Jóisten kezdeményezte. És általában mindig a Jóisten kezdeményezi ezeket a találkozásokat. És nagyon csodálatos számomra az, amikor azt mondja itt Isten igéje, hogy a nép, amely sötétségben jár vala, az lát nagy világosságot. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Mert nehéz időszak járt akkor is Betlehem és környékén. Elnyomás volt, sötétség volt, reménytelenség volt, kilátástalanság volt. A világot leuralta, a bűn eset óta leuralta az ellenség, és leuralta az ördög, és nyomorgatta az embereket. Úgy, ahogy megvan írva, hogy embergyilkos volt már a kezdettől fogva, és úgy egyre jobban akkor is, hogy kiteljesedett a nyomorúság, a betegség, az elnyomás, és az a sok probléma, az a sok feszültség. És az egy ilyen éjszakán lát világosságot Ézsaiás, és azt mondja, hogy egy ilyen éjszakán, egy ilyen sötét korszakban, amikor már reménytelenség, amikor már úgy néz ki, hogy a sötétség győz a világosság felett, amikor úgy néz ki, hogy a sátán legyőzi a sötétséget, akkor egyszer csak megváltozik minden. Akkor egyszer csak összeállnak a csillagok. Akkor egyszer csak fény ragyog a sötétségben. Akkor egyszer csak meglátszik a betlehemi csillag. És reménység gyullad a szívekben. És az a reménység ott marad az Isten népének a szívében. És az a reménység az a mi hitünk. És az a mi hitünk alapján láthatjuk mi is ezt a betlehemi csillagot. Ézsaiás az ő hite, a hit szemével látta ezt a betlehemi csillagot, és tudta, hogy ez igaz, tudta, hogy ez nem véletlen, tudta, hogy ez nem fér kétség. És az, amit mi olvasunk Isten igéjével, azt mi tudjuk, hogy ez igazság, és ez nem fér kétség. Mert ez a gyermek, aki abba a jászolba feküdt, az valóban az volt, akiről Ézsaiás beszél. És azt mondja, mert egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk, amely megváltoztatja az eddigi dolgokat, amely megfordítja azokat a dolgokat, ahogy eddig ment, mert eddig haladtunk a sötétség felé, eddig haladtunk a pusztulás felé, eddig haladtunk a teljes káosz felé, de mostantól kezdve az Isten féltő szeretete műveli azt, hogy mostantól kezdve megjelent ez a gyermek, aki uralkodik, akitől nem lehet elvenni az ő uralkodását, pedig azt mondja a sátán egy adott pillanatban, ott a judai sivatagban ennek a gyermeknek, azt mondja, hogy megmutatja neki a világ összes hatalmát, azt mondja neki, hogy ha imádsz engem, borulj le előttem, akkor én neked adom ezeket. Ugye micsoda álnokság, micsoda hazugság, a hazugság atya, hiszen neki adatott minden hatalom menjen és földön, és nem akkor, hanem már korábban. De ő leveti ezt a, akkor ott, abban a pillanatban, leveti ezt a hatalmát. Azt mondja Isten igéje, hogy Jézus Krisztus, amikor lejött erre a földre, akkor mit tett? Megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel. A herceg, a mindenség hatalma, akinek adatott minden hatalom, aki volt a világosság, azt mondja Isten igéje, hogy az uralom az ő vállán lesz, és fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Na ez a fiú, ez a gyermek megüresíti önmagát. Megüresíti önmagát oly mértékben, hogy emberré lesz. És mi ezt nem értjük. Mert emberek vagyunk. Viszont tudjuk, hogy mit jelent embernek lenni. Nem tudjuk, hogy mit jelent Istennek lenni. Nem tudjuk, hogy milyen volt az atyával egyenlő lenni. Nem tudjuk, hogy milyen a mindenhatónak, milyen volt Jézus Krisztusnak a szerepe, a helye a mindenségben. De tudjuk azt, hogy milyen embernek lenni. És ő embernek született Betlehemben, egy jászolban.
szegényebb körülmények között, mint amilyen van nekünk, meg volt, vagy lesz bármikor is. Annyira megüresíti magát, gyermekként jött. Gyermekként jött égi fény. Értünk üresítette meg magát. Azért, hogy találkozzon velünk. Azért, hogy találkozzon az Isten az emberrel. És ő teszi meg ezt a lépést. Drága testvéreim, jöhetett volna az Isten hatalommal. Jöhetett volna kivont karddal. Jöhetett volna angyalok seregével. Jöhetett volna azzal a megfélemlítéssel. Ha azt mondja Isten igéje, ha csak rá pillantanunk, meghalnunk, mert bűnösök vagyunk. De nem így jött az Isten, hogy találkozzon velünk. Nem így kezdeményezi a találkozást az emberrel. És az Isten akkor kezdeményezte a találkozást az emberrel. És ezt úgy tette meg, hogy egy gyermekként jött. Általában, ha találkozunk egy idegennel, akkor vannak vele kapcsolatban fenntartásaink, ugye? Nekem legalábbis vannak. De talán mindenkinek. Van, akinek nincs, de a legtöbb embernek vannak fenntartások az idegenekkel szemben. A gyerekekben kevesebb ez a fenntartás. De amikor egy gyerekkel találkozol, amikor kapsz egy gyermeket, vagy amikor találkozol egy csecsemővel, attól nem fogsz elfordulni. Legyen az férfi, nő, úgy, ahogy szokták mondani, talán a legszőrösebb szívű férfi is megenyhül, ha egy csecsemő ránéz és rámosolyog, vagy esetleg nyújtja felé a kezét. Ugye? Tudott volna az Isten valahogy másképpen megjelenni nekünk, mint egy csecsemő formájában? Figyeljük meg, hogy az Isten azt a módját választja a velünk való találkozásnak, amely a legjobban, a legközelebb áll hozzánk, amelyre a legjobb, a legnyitottabbak vagyunk. Senki nem nyitottabb annál egy csecsemővel szemben. Ugye? Az emberi, amikor, és nem csak egy csecsemő, ugye lehet az kicsi állat is. Ha látsz az utcán egy nagy kutyát, akkor lehet, hogy nem veszed figyelembe. De ha kint a hidegben egy kicsi kutyát látsz, akkor lehet, hogy megesik rajta a szíved. Vagy egy bármilyen, ha egy állatot is. De amikor egy gyermeket látsz, és Jézus Krisztus akkor ott, azon az éjszakán gyermekként jött. Egy ártatlan gyermekként jött. Egy fiúként jött. És azt mondja nekünk az ige, hogy mert gyermek születik néktek, fiú adatik néktek. És így közelít meg bennünket az Isten. És így közelít meg téged az Isten. És Isten most téged ezen a karácsonyon is megközelít egy gyermeken keresztül. Vajon elfordulsz tőle? Ki az, aki elfordulna egy csecsemőtől? És így közelített meg minket az Isten. De azt mondja Isten igéje tovább, hogy ez a gyermek nem egy ártatlan, nem csak olyan értelemben, hogy egy gyermek, akivel azt lehet tenni, amit akarsz. Mert azt mondja, hogy ez különleges gyermek. Ez egy olyan gyermek, azt mondja az ige, hogy akinek az uralom az ő vállán lesz. Egy olyan gyermek, aki nem marad csak gyermek. Mégis karácsonykor általában elterjedt szokás ez a betlehemi jászol, és elénekelik az emberek, hogy szent fiú aludjál, egy évbe egyszer, ott van a kisgyermek, és utána hadd aludjon, és hadd maradjon csecsemő. És úgy érzi az ember, és úgy érezzük sokszor, hogy az Isten gyermek maradt. Hogy az Isten az egy gyermek, akivel azt teszünk, amit akarunk. Aki fölé kerekedünk. Pedig csak azért jelent meg gyermek formájába, hogy a legszelidebb arcát mutassa nekünk az Isten. Hogy a legközelebb kerüljön hozzánk. De ő nem az, ő annál sokkal több, mert Ézsaiás nem válaszol, és azt mondja, hogy ez a fiú, ennek az uralom az ő vállán van. Ez nem egy olyan gyermek, akire azt mondod, hát én azt teszek vele, amit akarok. Én úgy cselekszek vele, amit akarok, ha akarom, kikerülöm, ha nem.
Ez egy olyan találkozás vele, amit te nem kerülhetsz el. Azt mondja Isten igéje itt a Bibliában, hogy az uralom az ő vállán lesz, és úgy fogják nevezni, és nézzük meg a neveit, és hadd emeljünk itt ki néhány dolgot az ő nevéből. Azt mondja az ige, hogy csodálatos tanácsos. Ha te találkoztál az Istennel, ha találkoztál az Úr Jézus Krisztussal, akkor számodra ő nem egy gyermek most már. Akkor számodra ő a mindenható Isten, azt mondja, akinek az uralma a vállán van, akkor számodra az Úr Jézus Krisztus tanácsadó. Minden embernek szüksége van néha tanácsokra. Minden embernek szüksége van néha arra, hogy valaki valamilyen formában adjon neki tanácsot. Azért, mert néha nem vagyunk olyan magabiztosak. Néha elbizonytalanodunk, és vannak olyan események az életünkben, vagy olyan dolgok előtt állunk, amely fontosak számunkra. És akkor szükségünk van arra, hogy átgondoljuk kétszer is a dolgokat, ugye? És akkor, amikor az ember nagy dolgok előtt áll, vagy akár csak a mindennapi élet egyszerű dolgai közepette is, mindjárt döntésekre van szükség. El kell döntsed, hogy mostan mit vegyél fel, el kell döntsed, hogy mit étkezz, el kell döntsed, hogy hova menje, mit tanuljál, mit dolgozzál, ki legyen a párod, hol lakjál, és ezeket a dolgokat, és a legnagyobbaktól a legegyszerűbbek is az ember, ki van téve nap mint nap a választásnak. Most mit vegyek meg, mostan ezt a terméket vegyem meg, vagy azt a terméket vegyem meg, stb. És az ember kell válasszon napi szinten. Hát ki tudna jobb tanácsot adni, mint a mindenható Isten, aki ismer bennünket, aki teremtett bennünket, akinek az uralom a vállán van, aki az egész világot kormányozza. Ki tudja megmondani neked jobban, aki teremtette ezt a földet, a talajt és mindent, ami benne van, hogy most mit vessél arra a földre jövőre. Ki tudja megmondani neked jobban, hogy mostan mit vásároljál az elkövetkezőben, mire költsed a te pénzedet. Aki ismeri a jövőt, aki ismeri a te jövődet, vagy hogy, ha nem maga az Isten. És ilyen szempontból azt mondja Isten igéje, hogy a jó Isten az egy csodálatos tanácsos. Ha te találkoztál az Úr Jézus Krisztussal, és ha ő az te életedben van, akkor folyamodjál hozzá, hogy adjon neked tanácsot. Mert csodálatosak az ő tanácsai. Ne folyamodjál tanácsokért másokhoz, hanem folyamodjál elsőnek az Istenhez. Az Istentől kérjél tanácsot először, a te életedre nézve, minden területjére nézve. Tudjátok, testvéreim, az az ember, aki nincs a helyén, az el van veszve. Annak kifolyik a lába alól a talaj. Az nem tudja, hogy mit tegyen, az tönkre megy fizikailag is egy idő után, lelkileg is, anyagilag is, és mindenféle szinten. Ezért olyan fontos nekünk, hogy tudjuk, hol a helyünk. És az Istentől kérde, hogy hol a helyed, hogy hol lakjál, hogy hol dolgozzál, hogy hol tevékenykedj, mit tegyél, mit végezzél, mert akkor lehetsz csak áldott ember, akkor tudod csak betölteni a te hivatásodat, küldetésedet. Tanácsot kérj az Istentől. Mondja is az Isten igéje, sokszor bátorít bennünket erre, ugye, hogy szemeimmel tanácsolok téged. Az ige ott lesz a lábad előtt, mint mécses. Persze nem szeretnénk mi, ha világítana az Isten előre bennünk, nekünk egy-két évre, ugye? Ugye szeretnéd, hogy mi lesz, látni, mi lesz két év múlva. De sokszor nem így vezet az Isten. Azt mondja Isten igéje, hogy vezet bennünket lépésről, lépésre, mint a mécses. Fogod a mécsest, és megvilágít egy lépést. De ott hagytad, akkor a harmadik lépést nem látod. Fogod a mécsest, és viszed magaddal. És mindig látod a következő lépést. És elég nekünk a mai nap. Mert minden napnak elég a maga baja. És ne azon filozófájál, hogy mi lesz vajon holnap után, vagy utána. Ma kérjél tanácsot az Istentől, hogy ma mit tegyek. És ha engedelmes leszel, akkor holnap is kész tanácsot, és az Úr így vezet lépésről lépésre. És meglátod, hogy milyen csodálatos lesz az életed. Mert a Jóisten csodálatos tanácsos. Persze a tanácsodás az még egy dolog. Azt végre is kell hajtani. Kaptam már tanácsot, és gondolkodtam rajta, és elvetettem. És rá egy-két év múlva fogtam a fejem, és azt mondtam, hogy hú,
Ha akkor hallgattam volna erre a tanácsra, milyen jó jártam volna. A tanácsot el kell fogadni. A tanácsot kapsz valakitől, itt jelen esetben az Úr Jézus Krisztustól, abba kell járni. És ennek érdekében tudjátok, testvérem, mire van a legnagyobb szükségünk? Hitre. Hitre. Hitben járunk, nem látásban. És Izrael népe, ha hitben járt, akkor csodálatos dolgokat tapasztalt meg. Amikor látásban járt, akkor megbénult. Akkor csak síránkozni tudott. Akkor csak meggyengült az ő lába, akkor csak reszketett, akkor csak kudarcot vallott. De amikor hittel tudott tekinteni a lehetetlenségekre is, akkor omlottak a falak, akkor győztek, akkor láttak nagy dolgokat, akkor megtapasztalták az Istennek a csodáját. Drága testvéreim, ha hitetlenül állunk hozzá az Isten útmutatásához, akkor nem jutunk sehova, akkor nem lesz ez a csodálatos dolog, amit ígér, hogy az Isten fénye, az beragyogja majd az életünket. Hittel lépjél rá a láthatatlanra sokszor. Hittel lépjél ki a bizonytalanra, ha az Istentől kaptad a tanácsot. Aztán azt mondja Isten igéje tovább, hogy erős Isten. Nem csak azt mondja az Úr, hogy ő tanácsot ad, hogy szemeimmel vezetlek téged, hanem azt mondja, hogy egy olyan Isten van melletted, egy olyan Istennel találkoztál, ez a fiú erős Isten. Erős Isten. Ez nagyon megvigasztalt engem, mert sokszor gyengének érzem magam. És nem tudom, hogy vagytok vele ti, de ugye, hogy néha elfog bennünket a gyengeség. Néha-néha elfog bennünket a bizonytalanság, néha-néha érezzük a gyengeséget fizikailag is, de utaljak én elsősorban itt lelkileg. A kísértésekkel szemben erősnek kell lenni, és sokszor gyenge vagyok. De azt mondja Isten igéje, hogy ez a fiú erős Isten. És én megengedhetem magamnak azt, hogy ez az erős Isten mellett lehetek egy gyenge személy, ugye? Mert ez a világ arról szól, hogy ha gyenge vagy, akkor nem vagy senki. Mert ez a világ arról szól, hogy erős, egészséges kell legyél, és győztes kell legyél. Ez a fiú mellett, aki adatott nekünk, mi lehetünk gyengék. Azért, mert ő erős, és mi mellette vagyunk. Nyugodtan elmondhatod neki a gyengeségeidet. Nyugodtan pihenhetsz az ő tenyerén, mert ő erős. Nem kell felövezzed magadat kardokkal, kaszákkal és mindennel, hogy megvédjed magadat, mert ő megvéd tégedet. Meg is ígérte az ő népének, hogy ha bennem bíztok, akkor nem kell fegyvereket gyártsatok. Az az ember, aki nem bízik az Istenben, az gyártja a fegyvereket. És élezi az ő fegyvereit. És felállítja a vaskupolákat. És figyeli az ellenséget. És úgy érzi, hogy mindig ott kell legyen harcra készen. De az, aki az Istenben bízik, az a mindenható árnyékában pihenhet. És lehet beteg, és lehet gyenge, és lehet fáradt, és lehet sokszor erőtelen, és elmondhatja ennek az erős Istennek, hogy Uram, tarts meg engem! Elmondhatja, mert van kinek beszéljen az ő nehézségeiről, mert tudja azt, hogy megengedheti magának azt, hogy őszinte legyen az Istennel, mert egy erős Isten áll mellette, egy erős Istennel találkozott. Azt mondja Isten igéje, hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten. És ez egy olyan erős Isten, akitől kérhetsz erőt. Azt mondja Isten igéje, hogy minek utána eljön a Szentlélek, akkor ti vesztek erőt. Ti vesztek erőt, és lesztek nekem tanúim mindenütt ezen a világon, és sokszor félünk tanúskodni,
És a keresztények az Istenből meríthetnek erőt. Nem mondd azt, hogy gyenge vagy. Nem mondd azt, hogy fáradt vagy és erőtelen vagy. Az erős Istenhez gyere, mert nála van erő, és ha tőle veszel erőt, neki nem lesz kevesebb. Azért, mert ő a forrása az erőnek. Kérj az Istentől erőt a harcaidhoz. Kérj erőt ettől a fiútól a mindennapi életedhez, hogy tudjál kitartani és elvégezni azt a feladatot, amelyet az Isten rád bízott. Mert ő erős Isten. És annyi erőt tud adni neked, amennyire szükséged van. Kérj erőt az erős Istentől. Olyan erős Isten a legerősebb. Aki győztes. Aki győzött. Aki a Golgotai kereszten legyőzött minden ellenséget. Akinek adatott minden hatalom menjen és földön. És aki mellett mi biztonsággal élhetünk. Aki mellett nem kell félelemben éljél, mert egy erős Isten van melletted. Olyan nagy a félelem a mai világban is. Olyan sok emberben vannak belső félelmek. Olyan fél valamitől. Vannak óriások az ő szeme előtt, Góliátok, amit ő fél. Fél betegségtől, fél szegénységtől, fél haláltól, fél rokonoktól, fél katasztrófáktól. Annyi mindent félnek az emberek. De az erős Isten mellett nem kell félni. Aztán azt mondja tovább Ézsaiás, hogy örökké való atya. Ez egy olyan gyermek, akit adott nekünk az Isten, aki örökké való atya. Aki nem ideiglenes, hanem örök. Ugye általában nekünk embereknek van egy olyan szokásunk, hogyha valamivel sietünk, és nem tudjuk úgy megcsinálni, ahogy szeretnénk, akkor azt mondjuk, hogy na, akkor mostan gyorsan, ideiglenesen megcsináljuk ezt. És tele vagyunk ideiglenes dolgokkal. Ideiglenesen van kész a ház, ideiglenesen van megjavítva az autó, ideiglenesen van rendbetéve az udvar, ideiglenesen van mindenünk sokszor körülöttünk. És úgy ideiglenesen, majd amikor lesz időnk, amikor lesz több körülményünk, lehetőségünk, akkor majd megcsináljuk úgy, ahogy kell. Pontra tesszük a dolgokat. Persze ezzel csak áltatjuk magunkat. Mert nem lesz időnk rá. Mindent úgy, ahogy szeretnénk megcsinálni, úgy, ahogy kell. De ugye olyan jól esik áltatni magunkat, hogy hát ez csak ideiglenes. Aztán egy idő múlva azt látjuk, hogy hú, hát ez nem is ideiglenes már, ez már örökké így lesz lehet. Azt mondja Isten igéje, hogy az Isten örökké való atya. És ez azért van, mert mi sietünk, mert mi kapkodunk, mert időhöz vagyunk kötve, mert annyi mindent meg szeretnénk csinálni, persze jó, de hát nem sikerül sokszor úgy, de az Istennél idő van. Isten örökké való Isten. Nála nincsen változás vagy változásnak árnyéka. Nála van idő. És aki mellette van, az örökké való marad. Az örökké fog élni, mert aki Istennel, Jézus Krisztussal, ezzel a csodálatos fiúval találkozott, az nem kell siessen. Az tudja, hogy van ideje. Mert ami földi porsátorunk, ha elbomul, akkor van épületünk az Istennél, milyen örökké való hajlékok. Nem ideiglenes hajlék. Tudod, hogy ideiglenes a hajlékod, amiben laksz most? Ideiglenes. Ideiglenes minden körülöttünk. Ideiglenes a testünk is. Minden ideiglenesen, és ne zavarjon benneteket, ha ideiglenesen csináljátok meg a dolgaitokat. Mert minden el fog múlni. És minden tönkre fog menni. Bármennyire pontra tettél valamit, az is el fog romlani. Mert nem örökkévaló. De van egy örökkévalóság, és mi hivatalosak vagyunk ebbe az örökkévalóságba. És nekünk az Isten adott örökkévaló testet. Jézus Krisztus egy gyermek formájában jelent meg. Megjelenhetett volna másképpen is. Hát persze, hogy gyermek formájában jelent meg. Mert az atya, az örökkévaló atya képére lettünk mi is teremtve. Ugye? Persze, hogy gyermek formájában jelent meg. Attól, mert gyermek formájában jelent meg, attól még örökkévaló Isten.
attól még benne lakozott a mindenség. Attól még az Isten volt, és amikor feltámadt, akkor kapott a csodálatos testet az Úrtól, az Atyától. És megismerték a tanítványok. És velük evett és ivott. És nekünk is az Isten ígért, megígérte ezt az örökkévaló testet. Ugye, hogy érzitek, hogy recseg ropog ez az ideiglenes? De bízzatok. Mert van egy örökkévaló hajlék. Van egy örökkévaló test. És testben fogjuk meglátni. Egy feltámadt, dicső testben fogjuk meglátni őt. És amikor leülünk vele az asztalhoz, arra a vacsorára, amelyre hivatalosak vagyunk, az majd örökkévaló lesz. Abban nem lesz majd ideiglenes. Az pontra lesz téve. Úgy, ahogy kell. Ez az Isten, akivel találkoztunk karácsonykor, ez örökkévaló Atya. És végezetül azt mondja, itt van még sok minden, de amiről én szeretnék beszélni, azt mondja az ige, hogy békesség fejedelme. Békesség fejedelme. Ó, milyen nagy szükségem van a békességre. És lehet, hogy sokszor csak így fohászkodunk bizonyos helyzetekben, nehézségekben, hogy olyan jó lenne egy kis békesség. Olyan jó lenne egy kis békesség a világban, a társadalmakban, a családokban, a népek között, a testvérek között, a szívem mélyén. Egy kis békesség. Na ez az Isten, aki karácsonykor megjelent, ez a fiú, ez a gyermek, a békesség fejedelme. Azt mondja, én nem úgy adom nektek, ahogy ez a világ adja. Nem úgy adom. Mert ez a világ megpróbál békességet teremteni. És lehet, hogy beleléptünk abba az időszakban. És van egy olyan érzésem, hogy beleléptünk egy olyan korszakban, most, amely a káosz felé megy azért, hogy rendet és békességet teremtsen benne valaki emberileg. És nézzétek meg, hogy egyre nagyobb és nagyobb az összevisszaság azért, hogy lehessen teremteni majd egy emberi törékeny békességet, amely csak 3,5 évig fog tartani, mielőtt kitör a rettenetes tűz. De Isten azt mondja, hogy én nem ilyen békességet adok nektek. Én nem emberi békességet adok nektek, hanem igazi békességet. Olyan békességet, amikor lefekszel, akkor érzed azt a mély békességet. Azt mondja Dávid, hogy én olyan békességet kaptam az Istentől, hogy akkor, amikor a csatamezőn lefekszek, és a nyillak repülnek felettem 1000 számra, akkor én nem félek. Akkor, amikor azt mondja Dávid, hogy amikor járvány van körülöttem, és ezrek és tízezrek hullanak el a dögvésztől körülöttem, akkor én legott pihenek. És békesség van a szívemben. Én olyan békességet kaptam az Istentől, mert tudom, hogy az ő tenyerén vagyok. Mert találkoztam az Istennel. Drága testvéreim, találkoztál ezzel a fiúval. Mert fiú adatik nékünk. Gyermek adatik nékünk. Egy gyermek a Betlehembe. Egy gyermekkel. Találkoztál. Kaptál-e találkozót ettől a gyermektől? Megkaptad-e ezt a gyermeket? Ugye édesanyák tudják, mit jelent az, amikor az ölükbe teszik a gyermeket. Amikor először látják a gyermeküket. Tudják, hogy ez az ő gyermekük. Na Jézus Krisztus is így jött. Egy gyermekként jött. És Mária volt az első, aki magához ölelte, és azt mondta, hogy az enyém. De elmondhatta azt is, hogy az övé vagyok. Na ugyanígy akar az Úr Jézus Krisztus megajándékozni most önmagával tégedet, egy ilyen gyermekként. Öleld magadhoz ezt a csecsemőt. És vigyázzál rá nagyon. És legyen ott veled mindig, mert ő csodálatos tanácsos. Mert erős Isten, mert örökkévaló Atya, mert békesség fejedelme, mert az uralom az ő vállán van. És azt mondja Ézsaiás, hogy uralma növekedésének és a békének nem lesz vége.
Na menjél ezzel a csecsemővel, mert ezt ajándékba adta az Isten az embernek. Ezt a gyermeket, ezt a fiút öleld magadhoz, és vidd magaddal, amíg élsz, hogy legyen ott a te életedben a tanács, legyen ott az életedben az erő, az örökkévalóság és a béke. Amen.